Szép jó estét kívánok, Paletta Kulturális Magazinunk ebben az esztendőben először köszöntöm Önöket, vendégeim pedig a Muzikolor énekegyüttes két tagja, Pintér Péter és Radics Éva. Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok velünk. Kedves nézőink, talán látták tegnap a Paletta híradót, és akkor már talán tudják, hogy Magyarország Sánkhályi főkonzulátusa, ugye erről beszélgettünk Radics Évával a Magyar Kultúra Napja alkalmával, január 22-én Sánkhályban negyedik alkalommal szervez újévi koncertet, magyar újévi koncertet, és a Múr emléktemplomban a Muzikolor ének együttest érte az a megtiszteltetés, hogy felléphettek. Először is ehhez gratulálok. Köszönöm. Azt hiszem, hogy ez egy mindenképpen szívet melengető dolog. És hát megérdemelt. Hogy miről is van szó, mert hogy a komoly zenekedvelők, a kórus muzsika kedvelői azért ismerik a Muzikolort, de azért nézzünk meg egy bejátszást, egy Monteverdi Cantata Domino, tehát énekeljünk az Úrnak. Nos, hát ilyen rövidek voltunk végül is, de legalább láttuk egy egészen kivonatosan, hogy mit is tud. És egyébként mi is tudjuk. De a legfontosabb talán az, hogy menjünk vissza az időben, 2014-et írtunk, és nyilván előkészítést igényel, néha január szerepel, az évkönyvekben másút február, de ez tulajdonképpen mindegy. Hogy alakul ki egy énekegyüttes, egy ilyen kamarakórus? Mert azt hiszem, hogy ez egy nagyon átgondolt döntés kell, hogy legyen. Énekelni tudni az kevés, de ha a stílust választ magának az ember és jövőképet szeretne, akkor nyilván ahhoz művészeti vezetőként egy nagyon komoly elgondolás is kell. Hát én nem gondolom, hogy ebben akkora komolyság volt, mert hogy azért január és azért február, azért két időpont, mert az első fellépésünkkor még csak hárman voltunk lányok, és egy teljesen adhok éneklés volt egy jótékonysági koncerten. Nem is koncert volt, egy jótékonysági est volt, ahol te is ott voltál, és mint vendég, mint meghívott, és meghallott minket, és akkor ő mondogatta, Peti mondogatta, hogy fú, de jó lenne énekelni, és hát bennünk egy az igény, megvolt bennünk, hogy jó lenne énekelni minél magasabb szinten, minél élvezetesebben, minél jobban. Hatunk közül néhányunk Kodály Zoltán általános iskolából jöttünk, énnek zeneiből jöttünk, tehát van közös múltunk, de például a Peti egy új ember volt az én életemben abszolút. De mégiscsak összejött ez a három férfi, három nő, aki így hatan éneklünk. Nem is kifejezetten azért álltunk össze csak hatan, hogy régi zenét tudjunk énekelni, de mondjuk ez a kis létszám, ez hozza magával azt, hogy a régi zene az első, mert hogy a reneszánsz korban kislétszámú énekegyüttesek, vagy kislétszámú kis kamarakórusok énekelték a műveket a templomokban. És a másik a túlvége ennek a történetnek a jazz, ami szintén kislétszámú énekegyüttesek által előadott műfaj tud lenni. Úgyhogy ebben a kettőben mi lubickolunk, és ami köztes, a kortárs
magyar kórusművészet, vagy egy icipici barokk, egy icipici romantika, mondjuk a romantika nem kifejezetten ekkora létszámra van írva, de azért találunk ilyet olyat, úgy saját élvezetünkre válogatunk a művekben. No, viszont akkor Pétert kérdezem, hogy ugye láttad, hogy ott van három lány, azért mondjuk ki Wagnerné, Ugi Tünde, igen, és Bódi Réka Ági. De miként gondolkodik egy férfi ember, egy remek alt szólam, alt helyett basszus szólam, hogy énekelni szeretnék? Hát volt előzménye? Volt előzménye, igen. Kórusokban, városi kórusokban énekeltem már jó régóta, akár egyházi kórusban, és korábban a városban működött egy hasonló felépítésű énekegyüttes, 8-10 változó taglétszámmal, a Musculus Vocalis énekegyüttes, ahol én nem egyedül, párban énekeltem basszust. Így a lányok, a másik két lány már engem ismert korábbról, mert voltak közös alkalmak, összevont egyházzenei művek, ahol együtt énekelhettünk. És tényleg ez a 2014. januári alapítványi esten, ahol én csak vendégként voltam, vettem részt, a másik két lány jött oda hozzám, hogy mit szólnék az, hogyha hatan énekelnénk egy énekegyüttesben, megpróbálnánk, és én ennek, éppen akkor már nem volt más ilyen kis létszámú énekegyüttes felállásban szerepem, ezért én ezt örömmel elfogadtam és kíváncsisággal vártam. A Mihály Gyuri adta magát, ugye őt ismerem régóta én magam is, és a Zalán hogy került képbe, mint a harmadik? A Zalán a Rékenek Földesi is, Zalánról Földesi beszélünk. Zalán, igen, Földesi Zalán, a tenor, gyönyörű hangú tenorunk. Ha jól tudom, Tücének, Tündének és Rékának volt osztálytársa az énekzenei, hát most már Kodály gimnáziumi részében. Tehát a Kodály iskolának a gimnáziumi 4 évét azt együtt járták, és tudta, ők ketten ismerték a Zalánt, a Gyuri is ismerte a Zalánt, hogy milyen gyönyörű hangja van, hogy mennyire muzikális, és hogy szerintem, tehát mondjuk ebből én nem tudok túl sok mindent, ebből én kimaradtam ebből a szervezkedés részéből, de a végeredmény az lett, hogy így hatan remek. Mikor kristályosodott ki, hogy ti hatan összeilletek dalban, stílusban, hiszen ez nyilván nem egyik pillanatról a másikra történik. Hiszen ha valaki komolyan veszi ezt a műfajt, akkor nyilvánvaló, hogy össze kell hangolódni, a művészeti vezetőnek kiemelt szerepe van ebben. Gondolok itt a repertoár választásban, ugye erről majd még később beszélünk, pontosítjuk, hogy is alakult ki, hiszen a régi zenétől, a Gregoriántól a mai modern jazzig azért ez hosszú út vezet. Igen. Nos, tehát akkor hogy jött össze a csapat? Hogy aztán egy egységet alkottok. Mennyi idő kell hozzá egyébként? Sok idő. Szerintem még most is vannak olyan dolgok, amikben még csiszolódnunk kell. Tehát mivel nincsen külső fül, én is énekelem a saját szólamomat, és úgy kellene hallgatnom a többiekét is, ezért bennem már régóta felmerül, többször is felmerült versenyek előtt, igénybe is vettük más kóruskarnagyok segítségét, hogy kellene valaki, aki néha meghallgat minket, és mondja, hogy A vagy B. Mondja, hogy te túl sok vagy, mondja, hogy a másik ember túl kevés, hogy a magánhangzók ilyenek, olyanok. Tehát nagyon sok-sok apró dologból áll össze egy ilyen kórusműnek az eléneklése. Az, hogy mindenkinek hangképzésre időt kellene fektetnie, hogy a hangok megtanulására időt kell fordítani, ez egyértelmű, de különböző tudásunk van, különböző szinten vagyunk, mondjuk így hatunk között a Tünde, Gyuri és én végeztünk énekkarvezetés szakot, tehát nekünk van körülbelül ugyanolyan szintű zenei tudásunk, a Réka nyilván hozza magával otthonról a családi háttérből is, meg a tanulmányai során is a rengeteg zenei információt, tehát hogy muszáj valahogyan kart karba öltve, és hatunknak együtt lépegetni előre ahhoz, hogy a szintek azok szépen egy szintre kerüljenek. Mennyit kell gyakorolni ehhez? Hát, aki olyan lusta, mint én, annak többet kéne gyakorolni. Alapvetően egy hetente egyszer vannak próbáink, azért ezen kívül is én is igyekszem azért több időt rászánni a gyakorlásra, de alapvetően ezek a próbák, az a heti egy alkalom 2 óra, azok szolgálnak a próbákra.
Ugye arról beszéltünk, hogy egy ilyen létszám az meghatározza a stílust is, illetve igen, azokat a zeneszerzőket, akiknek a műveit énekelhetitek. Ez tudatos a választás mindig? Ugye kezdtük azzal, hogy régi zene Gregorián és így tovább. Igen. Ez tudatos volt? Tehát építkeztetek? A legelső időszakban szinte csak régi zenét énekeltünk, amiatt, mert énekeltünk mindannyian ilyen-olyan együttesekben, a saját bőrünkön érzékeltük azt, hogy a nagyobb létszámmal milyen hangerővel és milyen részvétellel kell ott lenni. Mondjuk egy romantikakori művet elénekelni egy 60 fős vagy 80 fős egyetemi kórussal, az egy hatásos dolog. De énekeltünk például a szolfés órákon vagy a karvezetés órákon régi zenét, 68-an 10-en. És azt is éreztük, hogy hopp, itt mekkora más a koncentráció, más szükséges hozzá, és szinte mind a hatunknak ez volt a hobbi, hogy szeretnénk önállóan, jó minőségben, magas szinten énekelni ilyen típusú zenét. Úgyhogy a kiindulás az egyértelmű volt, hogy régi zenével fogunk kezdeni. Az, hogy a régi zenében milyen zeneszerzőkhöz nyúlunk, az pedig az eddig énekelt művek voltak az elsők, amiket énekeltünk, tehát mindenki, aki énekelt ilyen régi zenét, az hozta magával a kottát, áténekeltük, nekünk való vagy nem nekünk való. És aztán azóta pedig már bele kell nyúlnunk az ismeretlenbe is, tehát utána kell keresgélnünk a neten, meghallgatni más együtteseket, esetleg valamilyen versenyen vagy fesztiválon hallunk valamit, akkor a szimpatikus, akkor szerzünk egy kottát, de át kell énekelnünk ahhoz, hogy érezzük, hogy ez tényleg nekünk való vagy sem. Mi az a nekünk való? Hát sok kritérium van, tehát akkor nyilván... néhányat azért, no, hiszen nyilván erről beszéltek gyakorta. Hát, mivel nem én vagyok a művészeti vezető, azért inkább ezt az Évinek adnám át, hogy mi a merkünk való, hiszen nem én határozom meg alapvetően, hogy milyen darabok kerüljenek előadásra, betolásra. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a hangfajok a megfelelő, nekünk megfelelő hangfajú művek legyenek. Például említek egy King Singers énekegyüttest, 6 férfi énekel, többek között nagyon sok reneszánszkori művet, de a 6 férfi, meg a 3 férfi, 3 nő, az nem ugyanaz. Tehát hiába énekel szoprán szólamot, vagy mondjuk magas alt hangszínen egy kontratenor férfi, az nem egy szoprán hangmagasság. Világos. Tehát, hogy voltak olyan művek, amiket mondjuk 6 férfi énekelt, nagyon megtetszett nekünk, muszáj volt egy kicsit belenyúlni, ez mondjuk nem a régi zenember, abban nyilván nem nyúl bele az embert, egy kortárs jazz műben, ami valakinek az átdolgozása, vagy egy ismerősünknek a feldolgozása, akkor abban egy picit belenyúlkálunk, hogy az kényelmes legyen, meg szép legyen. Tehát volt olyan mű, amiben túl magas volt, 2 szoprán volt és 1 alt volt, és akkor az egyikünk azt mondta, aki egyébként mezzót szokott énekelni, vagy altót felváltva énekel a Réka meg a Tünde altót, mezzót, azt mondták, hogy túl magas nekik, akkor azt elvetettük. Tehát olyat nem szabad énekelni, ami túlmutat rajtunk, mert kényelmetlen dolgokat énekelünk, akkor hamiskás lesz, látszik rajtunk, nem is érezzük jól magunkat benne, tehát muszáj olyat választani, ami a miénk. Egyébként ebben tehát egy 6 fős kórusban az ideális a szoprán, mezzó, alt, tenor, bariton, basszus? Nyilván igen. Igen. Melyik volt a következő lépcső? Tehát azt mondtuk, hogy régi zene, és akkor nyilván, hogy valamilyen formában jussunk el a modern jazzig, hiszen azért mi hallunk benneteket. Igen. Tehát volt egy következő lépcső, amikor gondolom akkor művészeti vezetőként úgy döntöttél, hogy lehet most már szintet lépni. De igazából párhuzamosan ment ez a Monteverdi Cantate Domino, ami az előbb megszólalt, a Butterfly-jal és a Orbán Sanctus-szal volt egybefogva az első megjelenésünkön a városban egy egyházzenei kórusversenyen. Tehát ott a következő lépcsőfok, én azt gondolom, hogy a kortárs magyar zene, például Orbán György misetétele volt a nagy kedvenc, viszont ezek a kortárs kórusművek, ezek nagyon sokszor jazzes akkordokat használnak, vagy jazzes hangulatúak, úgyhogy ez vezet tovább a jazzig, én azt gondolom. Nagyon-nagyon szerettük már az első időben ezeket a jazzműveket, például a Rajaton énekegyüttesnek ezt a Butterfly című művét, amit az előbb említettem, de én azt gondolom, hogy el kellett tenni 4 évnek ahhoz, hogy a jazz az megszólaljon úgy, ahogy annak megszólalnia kell. A cappella. Igen. Mi a különbség
az énekes szemszögéből a kíséret, illetve az a cappella énekmód között. Azért előfordulunk hangszeres kísérettel is. Igen, azért mondom, igen. Hogy az nyilván mást kíván, mást követel meg. Hát erősebben kell énekelni. Például, hogyha egy nagyobb, most ugye idén is, vagy az legutóbbi adventen a Városi Fúvózenekar kíséretében volt lehetőségünk énekelni adventi koncerten, és ott azért egy nagy templomban hatan megszólalni egy fúvos zenekari kíséret mellett, ez egy elég nagy kihívás is volt. Lényegesebben, erősebben kell megszólalni, tehát a finomságokat itt nem nagyon lehet bemutatni. De az a templomi környezet alapvetően egy nagyon kedvező környezet, ahol tényleg a csendes hangok is meg tudnak szólalni, a finomságok. A cappella viszont mindent visz. Jól gondolom? Igen, abszolút. Tehát ez teljesen más felkészültséget igényel. Igen. Hát nagyon sokszor elfedi az énekhangot a hangszer. Tehát, hogyha a hangszer kísérete játszik, vagy énekel az ember, akkor azért támaszkodhat a hangszerekre, gondolhatja azt, hogy egy bizonyos mélység vagy magasság, ami kényelmetlen, az úgyis meg lesz támogatva a hangszerrel, nem izgatja magát annyira rajta. De egy a cappellában ott nincs kecmec, ott... Gyors volt az útatok, már mint a sikerhez vezető út. Ugye egyrészt különleges volt, nagyon sok felkérést kaptatok. Aztán ugye a La Capella Fesztiválon is sikeresek voltatok. A későbbi olvasom, ugye a kórusversenyen is megjött az a minősítés, ami azért igazából nem, de gyakorlatilag viszont nagyon is meghatározza egy kórus életét. Tehát ha azt mondjuk, hogy arany minősítést nyertetek el, akkor az már egy pozitív megerősítés mindenkinek, ugye? Igen. De már hagyj említsem a legelső megerősítést, ezen a bizonyos egyházmegyei Ki mit tudon, ahol Vakler Anna volt a zsűriben az egyik zsűritag, és hát az ő első visszajelzés, az első meghallgatáson olyan rendkívül pozitív volt, ami hát azt hiszem mindannyiunknak egy meghatározó lökés adott, hogy itt érdemes ezt folytatni, és ez már az első hónap végén volt. Tehát 4 hetes együtt éneklés után belevágtunk egy ilyen megmérettetésbe, és úgy tűnt, hogy ennek nagyon pozitív lesz a visszhangja. Azt mondják, hogy akkor jó egy kórus, ha a tehetség és a szorgalom kézen fogva jár. Vagy kart karba öltve. Igen. Mindegy. Így van ez? Szorgalom nélkül nincs fejlődés, azt gondolom. Kinek-kinek a tudása szerint és a szintje szerint hatunk közül is meg kell teremtenie az időt arra, hogy saját maga gyakorolgasson otthon és fejlődjön. Mert hogy az együtt töltött idő, az tényleg egy héten egyszer 2 óra. Tehát ez nem sok. És sokszor volt már olyan, hogy énekeltünk a koncerten, és a koncert adott egy nagy lökést, mert mondjuk éppen ott hallottuk meg azt, hogy hú, ennek így kell szólnia. Ez a terem, ez az akusztika segített hozzá minket egy következő fejlődési szinthez. De én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy a szorgalom az, hogy gyakoroljon valaki otthon, hogy időt teremtsen arra, hogy foglalkozik azokkal a művekkel, ez enélkül nem megy. Ugye felnőtt emberek vagytok értelemszerűen. Szigorú művészeti vezető vagy? Vagy megengedő? Nagyon jó művészet. Nagyon jó vezető. És hát nem csak ő van, ugye azt említsük meg, hogy még 2 tag kórust vezet. Mihály György, igen. A Szalko a Köfém férfi kórust, illetve Wagner Nyugi Tünde a Bástya kamarakórust vezeti. Tehát ők is rendelkeznek olyan kórusvezetői tapasztalattal, gyakorlattal, amik a legapróbb hibákat is azonnal kiszűrik, hogyha egy összhangzás nem, egy hang kilóg, azonnal jeleznek és helyre van téve. Van kedvenc stílusotok? Egy olyan kor, amelyből jöhet bármi, az mindent visz. Nincs. Nincs? Szerintem nincs. Nekem a Monteverdik nagyon közel állnak. Ha egyet kéne említeni, persze, hogy nem lehet egyet említeni. Hát éppenséggel azért mondtam, hogy nincsen kedvenc kor, mert mindegyik korban vannak nagyon-nagyon jó szerzemények, és vannak kevésbé jók. Ez elmondható a reneszánszról is, ugyanúgy, mint mondjuk a kortárs zenéről. Én személy szerint mondjuk a kortárs zenét nagyon szeretem, és Orbán György műveit ezen belül kiemelten, de így, hogy a Peti Monteverdit említettem, Monteverdi madrigálok ebben a reneszánsz korszakban szintén mindent visz. És igen, tehát, hát a felhívás, énekeljetek az Úrnak, igen. Új éneket.
mondta Monteverdi, Canticum Novum. No, arról kell, hogy beszéljünk még, mielőtt elutaznánk közösen Shanghaiba. Ugye jött a megerősítés, hiszen meglehetősen rövid múlt után, tehát szinte semmi múlt után jöttek a sikerek. És jött az egyre több felkérés, és nem csak templomba, hanem különböző fesztiválokon megmutatkoztatok, különböző helyszíneken. Ez kerek, ez a történet? Gondoltátok volna, hogy ilyen gyors lesz a felemelkedés és a megtartás? Mivel nem volt a városban más énekegyüttes abban a pillanatban, amikor mi kitaláltuk, hogy énekeljünk együtt, ezért azt gondoltam, én azt gondoltam személy szerint, hogy elég hamar kedvet kapnak ahhoz, hogy hallgassanak minket különböző fesztiválokon, rendezvényeken. Az, hogy ez meddig fog kitartani, az, hogy ez 4,5 éve még mindig fejlődni tud, erre nem gondoltam. Tehát, hogy én ennek nagyon örülök, hogy ez még mindig van hová menjen, emelkedjen tovább. Igen, és ez nagyszerű dolog, ha a Székesfehérvárt vesszük, mi mindig mondjuk a jelző szerkezeteket, hogy koronázó város, sportok városa, kultúra városa. Igen, a kórusmuzsika városa is, hiszen ha itt felsorolnám azért kivonatosan a Kodály, a Primavera, az Emlényi Katicáik, itt vagytok ti, a sok-sok kis kórus, tehát autágiék, nem is sorolom tovább, de én azt gondolom, hogy ez azért ez nagyon jó dolog. Érzitek azt a nyomást, hogy igen, a többiek is fejlődnek, és akkor velük is lépést kell tartani, vagy csak magatokkal foglalkoztok? Hát mivel minden kórus nagyobb létszámú, ezért nehéz összehasonlítani. Igen. Én úgy tudom, hogy nem működik azóta se ilyen kis létszámú énekegyüttes, aki ezt a vonalat képviselné. Úgymond nincs kivel összehasonlítanunk magunk ilyen szempontból. De nyilván fejlődnek, tehát a Vox Mirabilis énekegyüttes csodálatosan szólal meg a legkülönfélébb helyeken és stílusban. Ugye most az ortodox vonalat nagyon szépen felerősítették külföldön is, Moszkvában. Tehát én rajtuk látom erről teljesen a fejlődést, és kitűnő énekesekkel. És még a Lovrek Karcsit kihagytam. Meg még ki mindenkit. Hát vannak sokan. No, tehát Shanghai. Hogy képzeljük ezt? Azért ez egy fontos pillanat lehetett. Jön egy értesítés, és kérem szépen, hogy Kínából jött egy levelünk, levelem érkezett. Igen, hát ugye nálunk Bódi Réka a marketinges, tehát ő az, aki a kapcsolattartó, és egyszer csak jelezte, hogy jött egy e-mail, hogy megtaláltak minket az interneten. Az, hogy ez most Facebookos, YouTube-os milyen hely volt, igazából nem derült még ki, majd kint kikérdezgetjük őket, hogy pontosan hogy találtak ránk, és milyen zene volt az, ami megtetszett nekik. Minden esetre jött az üzenet, hogy január közepén lenne egy lehetőségünk énekelni Shanghaiban a Magyar Kultúra Napján. És ennek aztán, hát mi rögtön igent mondtunk, tehát örömmel vettük a meghívást, és nagyon szerettünk miután volna. Miután megláttuk, hogy ez egy komoly meghívás, mert megnéztük, hogy a korábbi években kik voltak, és ezek valóságos. Először nem akartuk elhinni, azt hittük, hogy ez egy tréfa. Hát még nem is voltunk külföldön, még nem képviseltük az énekegyüttest, és egyből ilyen távoli helyre menni azért egy kicsit olyan bizonytalannak tűnt először, hogy ezt mennyire vehetjük komolyan. De aztán láttuk ennek a megalapozottságát. Igen, és hát miután mi igent mondtunk, jöttek a hivatalos körök a konzulátus és a külügyminisztérium között, és mi addig vártunk. És amíg vártunk, addig igazából nem is nagyon foglalkoztunk azzal, hogy mit kéne ott énekelni, mivel készüljünk, hogyan készüljünk, csak ment az idő, és készülésről még igazából nem volt szó. Amikor aztán megjött a válasz, hogy igen, mehetünk, támogatja a külügyminisztérium ezt a programot, és én akkor elmentem az önkormányzathoz, és a polgármester úrral beszélgettem erről, hogy mi képviseljük a várost, és informáltam erről, hogy hát, hogy szeretnénk ott kint megemlíteni a várost, és a városunk hírnevét egy kicsit öregbíteni ezzel, hogy mi ott szereplünk kint. Úgyhogy nagyon nagy örömmel vettük, hogy a város is támogat bennünket, az önkormányzat, és ezek után állítottuk aztán össze a programot, hogy mit is énekeljünk, és nyilván az első lépés az volt, hogy megérdeklődtük, hogy ők mire számítanak, mit szeretnének tőlünk hallani. Mert mi bármit tudunk. Igen, és mit szeretnének. És azt mondták, hogy azt, amit hallottak tőlünk. Ez ugye, amiről eddig beszéltünk. Régi zene, kortárs magyar zene, jazz. Hát akkor mi legyen? Hát akkor mindenből egy pici, mindenből viszünk azért, hogy megmutassuk, hogy milyen sokoldalúak a magyar zenészek,
és meglepetés műsorszámként két kínai nyelvű popszámot tulajdonképpen, amit Mihály Gyuri átdolgozott nekünk öt szólamra, úgyhogy az egyik darabot, a másikat pedig majd Zalán fogja kísérni gitárral, és így énekeljük néhány szólamban, tehát hogy nagyon-nagyon izgalmas a dolog, ez még abszolút nem publikus, ez még félkész állapotban van, és nagyon élvezzük ezt a... Bírom az ígéreteteket, hogy egyszer majd itthon is elénekliták. Hogyne, feltétlenül. Valamely kínai áruházba tervezzük már, mert valami kontrollt szeretnénk, hogy az a kiejtés, amit elképzelünk, az mennyire áll közel a valósághoz, hogy megértsék azért a szöveget is. Tehát készültek. Hogyne. Igen. Most tehát már teljes erőbedobással. Ugye arról volt szó, hogy hetente egyszer, ez most már ez most nem hetente egy alkalom, ez most már hetente több alkalom, de nem csak ezzel készülünk, hanem konkrétan a hétvégén arra ment el, hogy az önkormányzati támogatást felhasználjuk arra, hogy gyönyörű szép fellépő ruhákkal igen. készüljünk. Milyen öltözék lesz? Nyilván nem magyaros, hiszen azért nem. egy ilyen kóroshoz ez nem illik. Nem magyaros lett végül, hanem Budapesten egy iparművész hölgynek a igazából a hölgyel nem találkoztunk, csak a bolt nagyon szimpatikus és gyönyörű szép ruhákat árult, és egy hát egyforma, három egyforma női öltözetet vettünk, és ehhez választottunk a fiúknak egyenruhát, ami nekünk eddig nem volt, tehát igazából nem ragaszkodtunk külsőségekhez, most már azt gondoljuk, hogy vagyunk olyan szinten, hogy lehet a megjelenésünk is olyan igazi. Tehát három szépség és három elegáns. És három szépség. És három elegáns. Nagyon elegánsak lesznek, igen. Jól van, örülök neki. Mit kívánjak erre az útra? Jó időt, hogy kijussunk ebben a téli időszakban. Meg egy szerencsés. Mennyi időre mentek egyébként? Öt nap lesz. Öt nap? Igen. Igen. És egy fellépés. Öt éjszaka, pontosan. Én azt gondolom, azt kívánom, hogy öregbítsétek, erősítsétek meg azt a hírnevet, amit már kivívtatok magatoknak. Itt nem kell már aranyminősítés, nem kell fesztiváli, én azt hiszem, hogy ez sokkal, de sokkal több annál. Hiszen azért mégis a világ legnépesebb városainak egyikében, annak a kellős közepén, mert a kellős közepe az mindig ott van, ahol a magyarság van, azt tudjuk régről. Hozzátennék még egy dolgot, hogy a templom, ahol énekelni fogunk, egy magyar építésznek a műve, tervezése. Hudec László tervezte, és több épületet is Sánkhájban. Úgyhogy ez is nagyon izgalmas dolog, hogy egy magyar tervező által épített, tervezett templomban fogunk tudni a Magyar Kultúra Napján énekelni. Hát óriási lelkesedéssel megyünk, úgyhogy köszönöm szépen, jó utat kívánok, és érdeklődéssel várjuk a híreket. Köszönjük szépen. Hogy megtiszteltetek. Köszönjük. Kedves nézőink, Paletta kulturális magazinunkat látták, témánk pedig az volt, hogy a Musicolor énekegyüttes január 22-én Sánkhájban vendégszerepel a Magyar Kultúra Napján. Természetesen erről lehetőségeinkhez mérten majd a későbbiekben beszámolunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok. Viszontlátásra.